10 évet meghaladó szabadságvesztés kiszabását indítványozta perbeszédében a vádhatóság képviselője a Bróker Marsi ügyvádlottjára. 2,5 órán keresztül tartó perbeszédet tartott a szolnoki törvényszéken a vádhatóság képviselője. A karcagi Bróker Marcsi néven ismerté vált ügy még 2015 tavaszán bukott ki, amikor a Kun Mediator Kft. Ügyvezetője eltűnt. Noha, az 1999-ben alapított cég csak valutaváltással foglalkozhatott volna, az ügyészség szerint pénzügyi befektetői, tanácsadói tevékenységet is folytatott. A vádlott a szerződéses feltételekkel szemben is teljesített, akár havi szinten hozam kifizetéseket. Így egyáltalán nem volt jelentőség a lekötési időtartamnak, az valójában csak papíron létezett. Nyilvánvalóan azért, mert a sértettek által átadott pénzösszegeket a vádlott maga kezelte, a szerződések mögött semmilyen befektetési tevékenység nem volt. Az átutalások teljesítésére a Kun Mediator Kft. OTP banknál, valamint K&H banknál vezetett bankszámlájáról került sor, jellemzően a más sértettek által átutalás útján teljesített befektetések összegéből. Ennek megfelelően a szerződésben kiköthették azt, hogy a hozama lejáratkor a tőkével együtt volt esedékes készpénzben, de havonta történő hozamkifizetés esetén jellemzően a szerződéses kitétel az volt, hogy a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján esedékes a hozam. Ettől függetlenül mindkét szerződéses megalapodás esetén ugyanúgy havi bruttó 1,75% hozamot garantálhatott a vádlott. Ennek kapcsán kiemelendő az, hogy a hozamok átutalása soha nem volt összhangban a szerződéses feltételekkel, ugyanis a hozamok átutalására nem a tárgy hónapot követően, hanem már az aktuális hónap utolsó napjaiban sor került, sokszor úgy részesült teljes összegű egy hónapra számított hozam címén kifizetésben a sértett, hogy még csak két héttel telt a megtakarítás vádlottnál történő elhelyezése óta, így még a futamidőből egy hónap sem telt el. A szerződések többségében a szerződések meghosszabbítására sem a futamidő lejáratának napján került sor feltétlenül. A szerződések többségében a szerződések meghosszabbítása, vagy új szerződés kötése akár a futamidő lejáratát megelőzően egy héttel, de azt követően is történhetett, melynek azért van jelentősége, hiszen a deviza árfolyama napi szinten változott. A befektetők D. Sándorné 2015-ös eltűnése után szembesültek azzal, hogy a rábízott pénzük jelentős részének nyoma veszett. A megyei főügyészség 767 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, két rendbeli sikkasztás és számvitelrendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a 2016. decemberében Belizéből hazahozott D. Sándorné ellen. A vádhatóság bizonyítottnak látja, hogy a vádlott ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működés alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. A módosított vádiratban foglalt tényállások alapján a sértettek által 10 milliárd 800 millió forintot meghaladóan teljesített befizetéseket követően a vádlott a sértetti befizetésekből mintegy 7 milliárd 100 millió forintot fizetett vissza a sértettek részére. Azon tényállások vonatkozásában, amelyek esetében teljes körűen megtérült az okozott kár összege, mintegy 2 milliárd 500 millió forintot, pontosan 2 milliárd 533 ezer 152 ezer 700 forint befizetésére került sor, mely befizetésekhez kapcsolódó szerződések alapján a vádlott 3 milliárd 547 millió 688 ezer 382 forint összegben, a befizetéseket mintegy 1 milliárd forinttal meghaladó összegben teljesített kifizetéseket, a módosított vádlati tényállásokra figyelemmel mindösszesen 107 tényálláshoz kapcsolódóan. A további tényállásokat érintően, melyek vonatkozásában nem, vagy csak részben térült meg az okozott kár összege, a sértettek mindösszesen 8 milliárd 291 millió 484 ezer 281 forint befizetést teljesítettek, míg a vádlott részéről 3 milliárd 559 millió 665 ezer 940 forint összegben került sor kifizetésre, így ezen sértettek vonatkozásában a visszanemtérített összeg meghaladja a 4,5 milliárd forintot, pontosan 4 milliárd 731 millió 827 ezer 341 forint. Az ügyészség vagyonelkobzást, a bűnügyi és perköltségek megfizetését is indítványozta. A védőbeszédre november 2-án kerül sor, azt követően nem nyílt tárgyaláson, hanem bírói tanácsülés keretében hozzák meg az ügyben az elsőfokú ítéletet, melyet írásban tesz közzé dr. Nádor Zoltán bíró.